Nem voltak nagy horderejű kérdések a döntéshozók előtt a Soros önkormányzati ülésen. Arról azonban döntés született, hogy a jövő esztendőben számos játszótérre új eszközöket helyez majd ki az önkormányzat. Ezt megelőzően még az idén ezek megvásárlására is sor kerül. Szeretnénk a város területén olyan közterületre is játszóteret építeni, ahol még nincsen, hiszen több városrészből is áll településünk. Például említettem a Majosi települést, ezt, ahol már régóta tervezünk egy olyan játszóteret, ami az ottani gyerekek igényeit kielégíti, de most konkrét helyszínt és méreteket nem terveztünk. A gondolkodás egyszerűen mindösszesen annyiból állt, hogy a város köszönöm szépen anyagilag most jól áll, jelentős megtakarításaink vannak így évvégére, a tartalék keret terhére biztosítani tudjuk azt a forrást, amiből még az idejében idei árakon be lehet szerezni olyan játszótéri elemeket, amelyeket a jövő tavasszal ki lehet helyezni a város több területére, akár a városban található játszótereknek a felújítására, hiszen azokat is folyamatosan ellenőrizzük, felújításukra szorulnak. Elemcserékről van szó, illetve akár új játszótérnek a kialakításáról. A képviselőtestület arról is döntött, bérbe adja a lőteret. A bizottságoknak a pályáztatási rendszerre vonatkozóan eltérőek voltak az elképzelései. Nyilván különböző szempontokat is figyelembe kell venni, és ezt súlyszámokkal lehet egy bírálatkör gyakorlatilag figyelembe venni, hogy mi az, ami nagyobb súlyjal esik latba. Ilyen bírálati szempont egy esetleges döntésnél a bérleti díj, a fejlesztéseknek a mértéke, illetve az, hogy milyen események, milyen sportesemények valósulnak meg majd azon a területen. A testület úgy határozott, a legnagyobb arányban a fejlesztési elképzelések nyomnak majd a latba, és legkevésbé a sportrendezvények értéke jelenik majd meg a pályázati kiírásban, mely 2022. januárjában jelenik majd meg, és amelynek minden részletét elolvashatják majd a város honlapján. Minden esztendőben kötelező belső ellenőrzési vizsgálatot tartani, melynek célja, hogy az önkormányzatnak rendelkezésére álló forrásait hatékonyan használja-e fel. A testület meghatározta azokat a területeket, melyekre a jövő évi vizsgálat kiterjed. Általában a jegyzők úgy választják ki, illetve a vezetők úgy választják ki ezeket a területeket, ahol a legtöbb problémát érzékelik. A Bonyhádváros önkormányzatát és a Bonyhádi közös önkormányzati hivatalt érinti a közérdekű adatok közzétételére vonatkozó kötelezettségek betartása. A Bonyhádi sportcentrumot és a város önkormányzatát érinti a bérbeadás jogszerűsége, és a gondozási központ területét érinti a gondozotti pénzkezelés. Ezt a három területet jelölte meg az önkormányzat most. A jövő esztendőben tehát ezekre a területekre kiterjedően végez majd belső ellenőrzést Bonyhád önkormányzata.